A 20. Gróf Széchenyi Ödön tűzoltó verseny alkalmával először a lexikális tudásukról kellett számot adniuk a versenyző csapatoknak a Bonyhádi általános iskolában. A diákoknak különböző feladatokat kell, írásbeli feladatokat kell megoldani. Első feladatsor Gróf Széchenyi Ödön életéről volt az első feladatsor. A második feladatsor viszont tűzoltás jellegűek, tehát a tűzoltónak a mindennapos használatában lévő eszközöket kell felismerni képekről, és különböző ilyen tűzoltási fokozatokat, hogy mi mit takar egy tűzoltó, mivel találkozhat, mit mivel lehet oltani, például sérültet mivel lehet kiszedni akár egy járműből, áramtalanítási feladatokat. A gyakorlati feladat során a földfeletti tűzcsap szerelés lesz. A gyerekek földfeletti tűzcsapról fognak szerelni. 2 darab B-tömlőről, 4 darab C-tömlő és 2 darab sugárcső. A feladat az úgy indul, hogy a gyerekek föl vannak sorakozva a föld alatti tűzcsap mögött, onnan lesz a rajt. Ott kell összecsatolják, majd úgy kihúzzák, és akkor lesz vége a versenynek, amikor mindkettő sugárcsőből a víz megjelenik. Az idén 10 csapattal indultunk, ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy az idén nem csak Tolna megye és nem csak a környékbeli településekről, hanem két testvérvárosi településből is vannak vendégeink, Madéfalváról és Borszékről. A Széchenyi István általános iskola által szervezett megmérettetésre 6.-8. osztályos, 7-fős lány, fiú és vegyes összetételű diák tűzoltó csapatok jelentkezhettek. Idén először külhoni iskolák diákjainak részvételével zajlott az esemény. Bonyhád városának testvértelepülésén, Madéfalván a diák tűzoltó csapatnak eddig nem volt hagyománya. Rollannak a felkérésére állítottunk össze egy tűzoltó csapatot, de úgy gondolom, hogy ez lesz az a pont, amikor el fog indulni, hiszen egy nagyon lelkes csapattal vagyunk itt, és ha hazamegyünk, biztos, hogy egy olyan löketet tudunk adni az iskola, az többi iskolás kollégáknak, hogy ebből el fog indulni, mert már nagyon szerettük volna régebben indítani ezt, tehát nem jött össze, de valószínűleg ez az indító pont, amikor egy jó csapat és a madéfalvi iskolások is be fognak tudni csatlakozni. A romániai faluból érkezett fiatalok lelkesen készültek a számukra ismeretlen megmérettetésre. A hangulat az nagyon jó, a készülésről csak azt tudom mondani, hogy fárasztó volt, de úgy gondolom, hogy a verseny után megéri minden elszenvedett izzadságcsepp. Minden nap gyakoroltunk olyan 1-1,5 órát, tűzoltó, a tömlőknek az összecsatolását, az elosztó, a futás és a célba lövés vízzel. A Tolna megyei Tűzoltó Szövetség fontosnak tartja, hogy olyan programok valósuljanak meg az év folyamán, amivel meg lehet szólítani a fiatal generációt, és aminek köszönhetően betekintést kaphatnak a náluk folyó munkába. 20 éves korban nem tudunk támogatókat, akár tűzoltókat, önkéntest, hivatásost létesítményt megnyerni. Tehát ha nem kezdjük el a gyerekekkel megismertetni ezt a dolgot, illetve megtanítani nagyon sok olyan dolgot, amivel otthon tudnak segíteni, vagy egy adott káresetnél tudnak segíteni, akkor egy vesztes oldalon vagyunk. Tehát vagy megpróbáljuk megnyerni ezeket a gyerekeket gyermekkorban, és függetlenül attól, hogy hány százalékukból lesz akár hivatásos, akár önkéntes, vagy más tűzoltó, de legalább lesz valami szakmai tapasztalata, hozzáértése, csapat épül, csapatmunka, tehát egy tűzoltói munka az nem egy egyéni vállalkozás, hanem egy csapatmunka. Ez pedig a gyakorlati feladatnál is megmutatkozott, ahol csak akkor tudott jól teljesíteni a csapat, hogyha összehangoltan dolgoztak együtt. A nap végén a lányok mezőnyében a házigazda Bonyhádiak futótűz elnevezésű csapata bizonyult a legjobbnak, a fiúk vegyes kategóriában pedig bronzérmet szereztek a Bonyhádi tűzsárkányok.